fejünkben van egy koncepció, tudjuk, hogy mit akarunk pontosan, de nagyon fontos számunkra az, hogy mit mondanak a szülők és hogyan reagálnak arra, hogy ők milyen iskolát szeretnének. Azt szeretnénk, hogyha a szülők együtt gondolkodnának velünk, és egymással is megbeszélnék, hogy milyen iskolát képzeltek el a gyerekeiknek. Nagy izgalommal jöttem, hogy miről lesz szó, hogy lesz ez az egész egyáltalán. Nagyon nagy nyugalmat kaptam. Tehát örülök, hogy életre fog végre egy suli nevelni. Örülök annak, hogy van benne vidámság, lazaság. Nem okozott számomra problémát pont az azonos élethelyzet miatt, hogy elmondjam, hogy mit érzek. Akkor is, ha se tudják, hogy ki vagyok. Hiszem, hogy itt valódi egyéniségek lehetnek, de mégis közösen. Már látjuk, hogy kik maradtak le róla, és hogy kiknek fogjuk azt mondani, hogy tuti itt a helyük. Igazából én nagyon élveztem a mai napot, és sok pozitív visszajelzést kaptam az iskolával kapcsolatosan. Inkább azt kéne nézni, hogy gyerek szemmel, hogy a gyereket mit érdekelhet. Tehát nem például az, hogy milyen csoportokban leszünk feltétlen, hanem hogy tanulunk, mit tanulunk. Szerintem például fontos kérdés, hogy kommunikációt tanulunk-e. Ilyen nyílt napokat vagy beszélgetéseket fogunk csinálni többször is, 2 hetente, 3 hetente, ezeket majd meghirdetjük a Facebook oldalon. Akkor is örülünk, hogyha még nincsen a jelentkezési folyamatban a gyereke, és csak szeretné megtudni, hogy milyenek vagyunk. És akkor is örülni fogunk a szülőknek, hogy ha már azért jönnek, mert izgulnak azon, hogy éppen a gyerekük hogyan fog felvételizni, és mik a jelentkezési folyamatnak a lépései.